Az autóbusz közlekedés 75. évfordulója alkalmából nosztalgia utazást szervezett a Miskolc Városi Közlekedési ZRT. A vállalat Ikarus 31-es járatával a társaság munkatársai azon az útvonalon utaztak, amelyen 1948. november 17-én elindult a városban az autóbusz közlekedés. Napjainkban a társaság több mint 150 menetrend szerint közlekedő autóbusza szállítja Miskolcon az utasokat. Utasok szállítására alkalmas állapotban várakozott az MVK telephelyén pénteken az Ikarus 31-es járat. A buszra társaság és a Városi Tömegközlekedés Történeti Egyesület vezetése szállt fel, hogy az egykori utazási élményt átélhesse. A nosztalgia járat ablakában korabeli táblán az állt, hogy Martintelep, fogyasztási adóőrház végállomás és Diósgyőr majlát. Ezzel az első járattal indult el 1948. november 17-én az autóbusz közlekedésünk, bérelt autóbuszokkal, kettővel, MÁV autóbérelt Soszon autóbusszal. Egészen napjainkig történő fejlődése ekkor indult el. Ez az Ikarus 31-es autóbusz ormotoros, Csepel dízelmotor hajtja, és 1959-ben gyártották. A járművet az MVK munkatársai tették rendbe, hogy különleges alkalmakkor meg tudják mutatni az utókornak. Az autóbuszon egyenruhás kalauz lyukasztotta a vonal és a szakaszjegyeket, a sofőr pedig gyakorlottan vezette a járatot az egykori útvonalon. A társaság autóbusz közlekedési igazgatója szerint az elmúlt 75 évben sok fejlődésen ment át a busz közlekedés. Természetesen az MVK minden új technológiát próbált elsőként bevezetni, így azért nálunk is már megjelentek a CNG autóbuszok, illetve most a legújabb, hogy már egy éve közlekednek ugye az elektromos autóbuszok, amely vonalat szeretnénk fejlesztésként a következő időszakban is természetesen pályázati forrásokból megvalósítani, és tovább menni ezen az úton, hiszen jelenleg ez a legjobb és a legkifizetődőbb közlekedési eszköz. Jelenleg az MVK autóbusz flottája 149 járműből áll, ebből 75 CNG, 10 elektromos, 6 midi CNG, dízel és bérelt autóbusz szállítja Miskolcon az utasokat.